őszinte köszönettel tartozunk az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársainak, hogy egy ilyen ötlettel és a megvalósítással is megörvendeztettek bennünket. A kollégákkal együtt kezünkbe vehetjük, megízlelhetjük a Budai Krónikát. Én azt gondolom, hogy egy könyvtárosnak ettől szebb ünnep és ettől nagyobb boldogság nincsen. Fantasztikus ez a lehetőség, nem csak maga a kötet, hogy kaptunk egy ilyen kötetet, hanem az előadás is nagyon tanulságos volt. Sok érdekességet megtudtunk a kötet születéséről, keletkezési körülményeiről. Nagy becsbe fogjuk tartani, és amikor lehetőségünk van, akkor ki fogjuk állítani, hogy az olvasóink lássák. Nagyon érdekes volt és telt ház volt a rendezvényen. Örülünk, hogy a nyíregyházi pedagógusok fontosnak tartották, hogy ilyen sok fiatalt elhozzunk. És Gábor az előadásában figyelt arra, hogy olyan érdekességeket mondjon a krónika történetéről, ami a fiatalokat is érint, és olyan nyelvezettel fogalmazza meg, ami talán ők nekik is, vagy nekik is felhívja a figyelmét erre. Nagyon szépen köszönjük Farkas Gábornak, hogy itt volt, és elhozta nekünk ezt a gyönyörű kiadványt. 130-al robogunk Budapest felé Nyíregyházáról a háromnapos miniturnénk után. Vajon Hess András Budára hogyan ment, mennyivel ment? Nem autópályán és nem 130-al. Ez a Róma-Buda távolsága nagyjából 1250 km. Feltehetőleg elindulhatott 1471 kora tavaszán, és néhány hónap alatt Budára ért. És ott lehetett vagy a szekéren, vagy a lovon az 50 kiló ólombetű, amit Georg Lauer nyomdájából hozhatott, és ezek a betűkkel nyomtatta ki a Budai Krónikát. 1473. június 5-én. Azt számoltam, majdnem 1000 kilométert mentünk, találkoztunk jó emberekkel, beszélgettünk, nem volt rossz.